Sziasztok, Zsuzsi vagyok. A mai videóban a 2020-as év kedvenceit és csalódásait fogom nektek bemutatni, legalábbis ami a sminkeket, illetve arcápolási termékeket illeti. Nem erőltettem, hogy minden egyes kategóriában találjak valami kedvencet vagy csalódást, úgyhogy lesznek olyan kategóriák, például a korrektorok, amiben nem fogok semmilyen terméket megemlíteni, mert egyszerűen nem volt olyan, amire most azt mondanám, hogy akár felfele, akár lefele, így kilógott volna nagyon a mezőnyből, úgyhogy erre számítsatok. Még azt is mindenképp megemlíteném, hogy ezek nem mind olyan termékek, amik az idei évben jelentek meg. Van, ami már évek óta a piacon van, de én ebben az évben próbáltam ki, úgyhogy nekem ez volt nagyjából így a vízválasztó, hogy azokat a termékeket néztem, amiket idén vettem meg, idén próbáltam ki, bár lehet, hogy már egy ideje a piacon vannak, azért lesz benne újdonság is. Kezdjük akkor az arcápolási termékekkel, és rögtön a végén, vagyis a sminklemosással kezdeném. Én az idén próbáltam ki, és szerettem bele ebbe a Paddy Shopnak, ebbe a kamillás sminklemosó balzsamjába. Nagyon szépen leszedi a szemről a szemfestéket, illetve a szempillaspirált is leszedi. Általában ugye ez szokott egy kicsit ilyen problémás lenni. Ugyan elsőre nem tűnik egy olcsó terméknek, azt hiszem ilyen 5000 forint környékén van, de mindjárt mutatom, hogy én ezt nyár elején vettem, valamikor júniusban, azóta szinte minden nap használtam, vagyis hát minden nap, amikor sminkeltem, én úgy heti, hát szerintem 5-ször szoktam sminkelni, úgyhogy majdnem minden nap használtam, és még ennyi van belőle. Szerintem ez még simán 1-2 hónapot ki fog bírni, úgyhogy ha így nézzük, akkor viszont több mint fél évet kibír egy ilyen tús rendszeres használat mellett, így lebontva már talán nem is tűnik olyan drágának. Még mindig az arcápolásnál és a sminklemosásnál maradva, évvégén találtam rá erre a Balea Ultra Sensitive arclemosó gélre. Ez ugye kifejezetten érzékeny bőrre fejlesztették ki. Nagyon szuper, nekem egyáltalán nem irritálja a bőrömet, és egyáltalán nem szárítja, úgyhogy szerintem ez simán újravevős lesz még nekem. Még egy Paddy Shopos termék, ez az én aloe verás éjszakai arcápolóm. Nekem nagyon szereti a bőröm, egyáltalán nem irritálja, és nagyon szépen hidratálja így esténként az arcbőrömet, úgyhogy nekem ez nagy kedvenc lett idén. És mutatnék nektek még egy krémet, ez egy szemkrém, ez az Alterának, ez a anti-aging szemkrémje, ez ránctalanító krém, Q10-et tartalmaz, bioargánolajat, illetve orchidea kivonatot tartalmaz. Szerintem ez egy nagyon szuper kis szemkrém. Én ezt így idén nyár végén kezdtem el használni, és nagyon szeretem. Nagyon szépen hamar beszívódik, egyáltalán nem ragacsos, semmiféle ilyen érzetet nem hagy maga után, viszont azt érzem, hogy nagyon szépen hidratálja a szemkörnyéki részt, úgyhogy ez egy árérték arányban is nagyon-nagyon szuper kis termék. Én idén 3 különböző arckrémet próbáltam ki, ebből egy volt katasztrofális, ez az Evelynnek ilyen napvédő kréme, az rögtön ment is a kukába, illetve elajándékoztam, de ha jól tudom, akihez került, ő se igazán szerette, úgyhogy nem, az nem igazán működött. Viszont ami nekem a kedvencem lett, az a Vichynek, ez az 50-es ilyen anti-aging fényvédő kréme. Én abszolút szépen tudok rá sminkelni. Arra kell figyelni, hogy az ember megtalálja, hogy mi a megfelelő mennyiség, amit felvíz belőle az arcbőrére, de hogyha ez megvan, ez sikerült belőni, akkor nagyon jól lehet így a mindennapokban használni, úgyhogy nekem ez egy abszolút kedvenc lett. Haladjunk is tovább akkor a sminktermékekre, igyekszem valahogy így nagyjából a sminkelés sorrendjében haladni. Kezdjük is akkor egy primerrel. Én ugye nem vagyok igazán oda a primerekért, nem mondhatom, hogy én lennék a primer királynő. Tehát eddig próbáltam egy pár primert, igazából olyan nagyon nagy különbséget nem észleltem, kivéve ennél az egy primernél, ez a Catrice-nek, ez a hidratáló ilyen Prime and Care spray-je, ez nagyon szépen hidratálja a bőrt, úgyhogy ez ennyit tud, nem többet, viszont nagyon jól esik, én nagyon szívesen használom. Azért is nagyon szeretem ezt a primert használni, mert ez a egyszerűen csak így felfújom így az arcomra, és akkor ez egy ilyen jó kis hűsítő érzés. Hidratálja egy picit a bőrt, úgyhogy ez egy ilyen kis kellemes része a sminkelésnek. Azt mindenképp szeretném megjegyezni, hogy arra figyeljetek, hogy ez nem egy fixáló spré. Több helyen is olvastam így neten, hogy azt írják róla, hogy fixáló spré, de hogyha megnézitek, sehol nem írja magáról, hogy fixáló spré lenne.
És fixálóspraynek katasztrofális. Egyszer én is kipróbáltam egyébként, hát egy ilyen ragacsos massza lesz így gyakorlatilag az embernek így az arcából, úgyhogy nem, fixálásra nem, viszont primerként nagyon jó. Tovább haladva, alapozás, illetve hát ez nem is alapozó, hanem ez egy BB krém, ez egy jó ideje már a piacon van, ez a Missának a BB krémje, én nagyon, nagyon megkedveltem, tényleg nagyon könnyű érzés a bőrön, nagyon szép egyenletes bőrképet ad, és borzasztóan tartós, szóval, hogy ez tényleg ilyen szempontból is egy szuper kis termék. Nekem ez lett az idei év kedvenc alapozója. Haladjunk tovább a szemfestésre. Egyfelől, sajnos már nincs a gyűjteményemben, mert elfogyott, de én nagyon szerettem a Catrice-nek ezt az Eye Foundation Eye Primerét, illetve hát szemhéj alapozóját. Sajnos egyébként azt olvastam a neten, hogy ezt megszüntették, vagyis hogy Magyarországon nem kapható, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen új szemhéjbázissal fog előállni a Catrice, mert bevallom, nekem eddig bármilyen típusú szemhéjbázisukat használtam, nekem az nagyon bejött, úgyhogy nagyon várom. Folytatva a szemre való sminkeket, nekem a nagy befutója az idei évnek az a Nabla lett, illetve a Nablának a szemfestékei. Ugye nekem nyár közepe óta van meg ez a Platinum Cutie palettájuk, úgyhogy ez az, amiről így jobban véleményt tudok mondani. Hát egyfelől gyönyörűek a színek, nekem nagyon tetszik, hogy ilyen kis pici paletta, és mégis nagyon jó kis sminkeket lehet belőle kihozni. Nagyon szépek ezek az ilyen metálos, csillogó szemfestékeik, illetve a matt is gyönyörűen szépen lehet satírozni. Alapvetően tartósak ezek a szemfestékek. Az eddigi tapasztalatom alapján, ugye még csak egy pár hetet tesztelgetem ezt a Side by Side Nude palettájukat, de mindjárt mutatom ennek is a színeit. Hát szerintem valami csodálatosan szép. Szóval erről a palettáról is nagyjából ugyanezt tudom elmondani, hogy tényleg nagyon szépen satírozhatóak, szépen fennmaradnak a színek, változatos textúrák vannak benne, tehát a mattól, az ilyen kis topper jellegű színekig, egészen a nagyon szép ilyen kis fényes, metálfényes színekig, úgyhogy ez is egy szuper paletta. Nekem az idei évnek egyértelműen szemfesték tekintetében ugye a Nabla lett a nyerő. Szájtermékek kapcsán nekem most a NYX szájceruzái lettek a befutók. Az abszolút kedvencem az ez a Slide On Glide On szájceruzájuk. Egyszerűen hihetetlenül szuper krémes, nem mászik el, nagyon könnyű felvinni az ajkakra, nagyon szépen a helyén marad, úgyhogy ez egy szuper, szuper, szuper szájceruza formula. A másik szájceruza, úgy szintén NYX-től, ezek a Suede nevezetű szájceruzáik. Ugye van egy ilyen rúzs vonaluk is, ez pedig a hozzátartozó szájceruza. Nekem kettő árnyalat van meg. Az egyik, az egy ilyen kicsit nudosabb, ez a Toulouse nevezetű árnyalat, mindjárt mutatom. A másik pedig az egy rózsaszínesebb, ez is még azért a nude, de ez már tényleg rózsaszín, ez a Beijing. Na, mutatom őket. Tehát ez a Toulouse, és ez pedig a Beijing. Nagyon szépen használhatóak egyébként a mindennapokban. Nem annyira krémes a formulájuk egyébként, mint amit az előbb mutattam, ez a Slide On Glide On szájceruza, de én ezeket is abszolút szeretem. Szájtermékeknél maradva még, most rúst nem hoztam nektek, nekem két ajakbalzsam volt, ami nagyon elnyerte a tetszésemet, mind a kettő a Catrice-nek, ez a Volumizing ajakbalzsamja, az egyik, ez a 030-as Wonderful Lips, amit én használtam sokat. Ő, ahogy látjátok, ilyen, tényleg egy ilyen nagyon enyhe színe van, de nagyon szép fénye van az ajkakon. A másik, az pedig a 010-es Beautiful Lips, ő pedig egy ilyen teljesen, tehát ő tényleg csak egy ilyen fény, hát nem is igazán látszik. Na mindegy, tehát el tudjátok képzelni, ez tényleg csak egy ilyen sima fény az ajkakon, nagyon-nagyon szép ajkakat varázsol, úgyhogy nekem az idei évben ezek az ajakbalzsamok lettek a kedvenc termékeim. Ó, most jöttem rá, hogy kifelejtettem még egy nagyon fontos nagy kedvencemet idén, méghozzá egy szempillaspirált felejtettem ki, ugyanis már sajnos elfogyott, és most nem ezt vettem újra, de biztos, hogy még fogom újra venni. A Pupának jelent meg idén ez a Sexy Lashes nevezettű szempillaspirálja, ami gyönyörű, szerintem nagyon szép szempillákat varázsol,
olyasmik, mint nekem egy régi kedvenc szempillaspirálom volt az Yves Rocher-nak a Sexy Part nevezetű szempillaspirálja. Nagyon sokáig az volt a kedvencem, és most így a Pupának ez az új Sexy Lashes szempillaspirálja, ami göndörít, és dúsabbá tesz, és fú, szóval tényleg szerintem nagyon-nagyon szép szempillákat csinál, úgyhogy ez lett az én kedvencem, elfogyott, úgyhogy most ezért nincsen itt. De azért valahova egy fotót be fogok nektek ide rakni, hogy egyértelmű legyen, hogy melyik szempillaspiráljukra gondolok. És mivel is zárnánk a sminkelést, mint egy fixáló sprével, én az Alverdének hoztam most ezt a fixáló spréjét. Az az igazság, hogy én nem vagyok egy ilyen nagy fixáló spré fanatikus, egyáltalán nem használom minden nap, leginkább egyébként a szemfestékeknek így egy kicsit a benedvesítésére szoktam használni, hogy ugye még élénkebbek legyenek az ilyen fémes metálos színek. Arra is nagyon szuper, de egy-két alkalommal egyébként használtam így a sminkemnek a fixálására, különösen maszk használat miatt egyébként, és én azt tapasztaltam, hogy tényleg tartósabb lett egy ilyen nagyon könnyű, egyáltalán nem ragacsos, nem ragadós érzés, amit hagy maga után, tényleg matta a végeredmény, úgyhogy ha használok fixáló sprét, akkor az ez. Térjünk át viszont akkor a csalódásokra. Az az érdekes, hogy nekem ebben az évben 3 olyan termék van, amit így azt érzem, hogy így ilyen nagyon, nagyon gagyi, és így egyszerűen rögtön ki is dobtam tulajdonképpen, vagy hát nem rögtön, de így néhány próba után így megváltam tőlük, és mind a 3 egyébként szájra való termék. Az első, az az EOS-nek az Ajak Balzsama, ami ugye egy ilyen nagyon híres márka, rengeteget hallani róluk, nagyon sokan szeretik használni, hát nekem az az igazság, hogy konkrétan kiszárította a számot egy pár hétnyi használat után. Nekem így 3 hét után landolt tulajdonképpen a kukában, ez egy nagy csalódás volt. A másik szájra való termék, ez már nem kapható, ugyanis ez a Rival de Loop Young-nak volt egy ilyen Chocolatey Lips nevezetű szájfénye. Nem tudom, hogy a Rival Loves Me-nek kapható-e ilyen most a termék kínálatában, majd megnézem egyébként, hogyha találok valamit, akkor azt mindenképp valahol itt fogom nektek jelezni. Szóval a Rival de Loop Young-nak volt ez a Chocolatey Lips szájfénye, ami körülbelül 3 percet bírt így az ajkakon, úgyhogy így ennyi, ezt így párszor próbáltam használni, de így annyira azt éreztem, hogy nekem ez így nem éri igazából meg, úgyhogy ő is elég hamar ment a kukába. És a harmadik szájtermék, ez még megvan az én gyűjteményemben, de hamarosan ki fogom szortírozni. Ez a Make Up Obsession-nek egy ilyen kis 3-as szájfény triója. Hát az az igazság, hogy ebből szerintem tulajdonképpen egyetlen egy szájfény van, és azt még meg is fogom tartani. Ez a Wishes nevezetű. Ez valóban szájfény, ez hozza azt, amit egy szájfénytől elvárunk, úgyhogy ez rendben van, ez marad a gyűjteményemben. De. A másik 2, Dici és Ever After nevezetű szájfénynek nevezett valami, ez egyáltalán nem fényes, hanem ez matt. Viszont nem szárad le, hanem így beül így az ajkaknak így a ráncaiba, és akkor ott csücsül rajta, és nagyon csúnyán néz ki. Ráadásul nem szárad le teljesen, tehát egy ilyen ragadós réteg maradt. Én nagyon sokat próbáltam, hogy ezeket tudjam használni, de nem, tehát hogy egyáltalán nem tudtam sajnos megszeretni, úgyhogy nekem ez egy nagy csalódás volt, meg őszintén én nem értem, hogy ez akkor most miért szájfény, amikor egyáltalán nem is fény, hanem inkább valami matt, ragadós mi a szöz. De őszintén én azt se bántam volna, hogyha ezek egyszerű folyékony rúzsok, és szépen leszáradnak, és használhatóak a mindennapokban, de ez a ragacsos is, viszont matt is, és vastag is, és nehéz is a szájon, hát ez egyáltalán nem jött be, úgyhogy én ezt nem tudom nektek ajánlani, még mindig kapható, ha gondolkoztok rajta, akkor hát gondoljátok meg. Itt a videó végére én hagytam még 3 olyan hírt tulajdonképpen, ami szerintem mindannyian észrevettünk így a drogériákban, egy kis változás a drogériákban. Ebből van olyan, ami egy kicsit szomorú, van olyan, ami szerintem semleges, és van olyan, amit én így nagyon nagy örömmel fogadtam. Kezdjük is azzal, ami egy picit így, hát én nem örültem neki. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, vagy hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy a P2 nevezetű márka, ez kivonult Magyarországról, vagy hát egyáltalán már nem kaphatóak így a Rossmann termékei között, így a Rossmann boltjaiban,
Én ezt azért sajnáltam, mert nekem az egyik nagy kedvenc szájfényem, egyébként a P2-nek a szájfénye volt, úgyhogy ezt többször is újra vettem, és szívesen használtam, használtam tőlük szemfestéket, szóval szerintem egyáltalán nem volt egy rossz márka, nem tudom, hogy miért vonultak ki egyébként Magyarországról, de már nem kaphatóak a termékeik. A másik hír viszont helyette jött be, én úgy legalábbis azt láttam, hogy a P2 állványainak a helyét foglalta el a Szabó Vivien nevezetű márka, ami hát egy kicsit ilyen rejtélyes, hogy honnan is, meg miért is jött. Ez egy orosz márka, hogyha jól tudom, és én most ismerkedek egyébként a termékeikkel, eléggé vegyes. Nekem egyébként elég szerencsém volt azokkal a termékekkel, amiket kipróbáltam tőlük. Én abszolút szeretem ezt a kis highlighter duójukat, úgyhogy én ezzel elégedett voltam. Nem egy ilyen hű, de nagyon erős highlighter, de így a hétköznapokra nagyon szuperül lehet használni. Illetve én vettem tőlük még egy ilyen Brow Arcade nevezetű ilyen szemöldök púdert, úgyhogy szerintem ez nagyon szuper. Nekem nagyon tetszik az a gondolat, hogy tulajdonképpen ugyanabban az árnyalatban, tehát ez egy ilyen barna, egy ilyen sötétebb barna árnyalat, ebben egyébként ugye van egy melegebb, illetve egy hidegebb szín is. Ez tök jó, mert ezt így tudod így a sminkethez igazítani, hogy hidegebb, vagy egy kicsit melegebb árnyalatú szemöldököt szeretnél. Egyébként van tőlük egy szemceruzám is, én azzal is teljesen elégedett vagyok, tehát egy teljesen jó minőségű terméknek tartom. Egy csomó termékükről viszont nem hallottam ilyen jót, nagyon szép csomagolásaik van, azért ezt így nagyjából mindenki egyébként elismeri, változó minőségű, hát meglátjuk szerintem, hogy mennyire találja meg majd a márka a helyét így a magyar piacon. Idén ugye elvesztettünk egy márkát, a P2-t, kaptunk egy újat, a Szabó Vivient, és van egy harmadik márka, ami viszont átalakult. Ez a harmadik márka, ez nem más, mint a Rival Loves Me, amit ugye korábban Rival de Lupiánként ismertünk. Bizonyos termékeiket egyszerűen átcsomagolták, de néhány új terméket is a piacra dobtak. Nekem egyébként idén tőlük az egyik nagy kedvencem, ez szerintem egyébként, mint Rival de Lupiang is ugyanaz a termékük volt, ez a szemöldök pomádé, nekem a 03-as Soft Brown árnyalat van meg. Én idén próbáltam ki egyébként először a pomádét így a szemöldökömre használni, és én ezt így abszolút megszerettem, szerintem ez egy nagyon jó kis termék, és hát már jó pár hónapja használom, de látjátok, hogy még bőven van benne. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis pomádé, hogyha most ismerkedsz így a szemöldökfestéssel, biztos, hogy érdemes ezt kipróbálni. A másik termék, amit kipróbáltam tőlük például, az ez a Rival Loves Me-nek, ez az Into the Jungle palettája. Én ezzel teljesen elégedett voltam, szerintem úgy szintén így árérték arányban jó kis palettáról van szó. Illetve van még egy harmadik termék, amit kipróbáltam tőlük, azt is elfelejtettem idehozni. Mindegy, ez a Cosmic Eyelinerük zöld színben, én abszolút szeretem használni, szerintem nagyon jó kis erős, izgalmas színe van. Ezek voltak tehát az én 2020-as kedvenceim és csalódásaim arcápolás és sminkek terén. Remélem, hogy érdekesnek találtatok ezt a videót, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!